Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Miközben a világ hírei 2022-ben az orosz-ukrán háborúról szóltak elsősorban, nem csökkent a krízis más területeken sem. Magyarország a Hungary Helps program kapcsán például a világ üldözött keresztényeinek próbál segíteni számos helyen. Hogy idén mit értek el, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük, erről is beszélgetünk Azbay Trisztánnal, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárával. Köszöntöm. Jó napot kívánok! Úgy fogalmazott nemrég, hogy a kereszténység lett a világ legüldözöttebb vallása. Hogyan? A kereszténység az a világ legnagyobb élekszámú vallása, de ezzel együtt, amit már kevesebben tudnak, kisebbségben is keresztények vannak legtöbben, hogyha a különböző vallási csoportokat nézzük. Afrikában, Ázsiában több olyan ország van, ahol nem csak kisebbségi létbe szorulnak a keresztények, de egyben a céljaivá válnak a különböző extrémista, szélsőséges terrorista mozgalmaknak, vagy akár éppen elnyomó világi hatalmaknak. Ez vezetett oda, hogy noha több mint 1 milliárd keresztény él a világon, több 100 millió, az egyes kutatások szerint több mint 300 millió közülük úgy él, hogy a Krisztus hitük, a lelkiismereti, a vallási meggyőződésük miatt, vagy a társadalmi szokások szerint másodrangú állampolgárként kezelik őket, vagy diszkriminációnak vannak kitéve, vagy az egész életüket terrortámadásoknak az árnyában, az attól való félelemben kell leélniük, vagy éppen egy elnyomó rendszer alatt szenvednek az élet legkülönbözőbb területein elnyomást, vagy az alapvető emberi jogaikat nem biztosítják. És ha végignézzük az elmúlt éveknek az ezzel kapcsolatos kutatásait, vagy hogyha éppen a saját tapasztalatunkat nézzük a Hungary Helps programban, akkor azt látjuk, hogy a keresztény üldözés, a keresztény ellenesség által érintettnek a száma az nem csökken, hanem éppen évről évre nő. Most a legutóbb 2 év alatt körülbelül 50 millióra tehető azoknak a száma, akik eddig nem szenvedtek bántalmazást, diszkriminációt vagy üldöztetést a kereszténységük miatt, de most már igen, és ezzel a számmal együtt már bőven 300 millió fölött vannak az üldözött vagy diszkriminált keresztények. Elsősorban hol, mely területeken? Többféle keresztény üldözésről vagy keresztény ellenes diszkriminációról beszélünk, illetve beszélhetünk. Az egyik az, ahol terrorista, szélsőséges terrorszervezetek vagy szélsőséges vallási alapú, de politikai mozgalmak üldözik őket. Ha azt nézzük, hogy a világon legtöbb keresztény embert hol gyilkoltak meg tavaly a hite miatt, akkor Nigéria az az ország, ahol a Boko Haram, az iszlám államnak a nyugat-afrikai tartománya és hasonló terrorista szervezetek gyilkoltak keresztényeket. De az elmúlt másfél évben válságossá vált egy csapásra, már eddig sem volt éppen könnyű, de még lehetetlenebb lett a helyzete például az afganisztáni keresztényeknek. Hogyha pedig azt nézzük, hogy egy diktatórikus államhatalom hol csorbítja leginkább a keresztényeknek a jogait, a legerősebb keresztény ellenes társadalmi diszkrimináció az Észak-Koreában van, most már lassan több évtizede. Itt olyan súlyos ez az elnyomatás és diszkrimináció, hogyha valakinél Bibliát találnak, akkor gyakorlatilag az halál büntetést ró a keresztény hívő emberre és az egész családjára is. Hogyan tud nekik, az üldözött keresztényeknek segíteni egy ilyen pici ország, mint Magyarország, illetve a Hungary Helps program? Igen, kis ország vagyunk, és a programunk az egy nagyon alul program abból a szempontból, hogy a magyar embereknek a szolidaritását kifejezi, és egész közösségeket tudott megmenteni. Ugyanakkor persze megvannak a korlátaink, és mi, amikor kiválasztunk egy-egy támogatási programot,
akkor két dolgot nézzünk. Az egyik az az, hogy hol van a legnagyobb szükség. Mindig előtérben helyezzük azokat a helyszíneket, ahol emberi életek vannak veszélybe. De egy másik szempont is az, hogy hol van egyáltalán eszközünk, lehetőségünk segíteni. És éppen ezért nagyon rugalmas program is vagyunk, próbálunk mindig az igényt bármilyen addig ismeretlen válsághelyzetről, vagy éppen terrortámadásról van szó. Próbáljuk azokat, megtalálni azokat a pontokat, ahonnan egy Hungary Health méretű program Magyarországról tud segíteni. És ha végignézzük ezt az évet, akkor látható, hogy mennyire színesen és kreatívan próbáltuk az emberi életeket jobbá tenni, mindig alkalmazkodva a helyzethez. Mert például az idei évnek a különböző támogatásai közé tartozik a nagyon nehéz helyzetben levő libanoni kereszténység intézményeinek, például iskoláinak a megerősítése, de meg kell emlékeznünk egy tragikus eseményről ebből az évből, amikor pünkösd ünnepén Nigériában, Ova városában terroristákról rontottak rá a pünkösdöt ünneplő katolikus keresztényekre, és meggyilkoltak közel 50 embert. Ez például egy nehéz helyzet abból a szempontból, hogy egy humanitárius támogatási program hogy tud reagálni egy megtörtént terrortámadásra, de itt és talán akkor erről beszélgettünk is, az történt, hogy néhány órával a terrortámadás után utolértem a katolikus püspököt, akinek az egyház megyéjében történt ez a rettenetes gyilkos merénylet. Megkérdeztem, hogy mire van szükség. Anyagi gyors segélyt kértek két okból. Egyrészt a sérült túlélőket, azokat magán egészségügyi intézményekbe tudták már csak menteni, azt viszont ki kellett fizetni, és az történt, hogy sok embert meggyilkoltak a templomban az emberek, de egymás után haltak meg a sérültek abban, hogy elvéreztek. Tehát erre kértek egy gyors segítséget, másrészt pedig, ami leírja az egész esetnek, meg a helyzetnek a tragikus mi volt. Tehát több család volt, akik annyira szegények voltak, hogy nem tudták eltemetni a meggyilkolt hozzátartozóikat. Tehát itt ebben az esetben például egy azonnali gyors segélyre volt szükség. Mindeközben Irakban pedig most értek be azok a támogatási programjaink, amik a Nínivei fennsíkon és máshol az ISIS által 2014-16 között üldözött keresztényeknek a visszatérését segítették, és amelyek megint teljesen más típusú programok, ezek nagyszabású újjáépítési programok, amiknek a keretében egész településeket segítettünk újjáépíteni, szakképzési központot adhatott át két héttel ezelőtti látogatásán Novák Katalin köztársasági elnökasszony Irakban a keresztények számára, és itt már eljutottunk oda is, hogy a gazdaságot, a megélhetés forrásait segítünk újra megteremteni, például agrár gazdasági projekteknek a támogatásával. Tehát arra a kérdése, hogy hogyan tud Magyarország segíteni a különböző üldözött keresztény közösségeknek, az a válasz, hogy megpróbálunk mindig abban és úgy segíteni, amire szükség van és ahol szükség van rá. És megjelent egy új területen is a Hungary Helps program Izraelben. Ott mi a cél? A Szentföldön a Hungary Helps program alapvetően a keresztény kulturális identitásnak a megőrzését támogatja. Izraelben, Palesztinában, Jordániában ezt a három területet tartjuk Szentföldnek. A keresztényeknek a szabadságát védelmezik, tiszteletben tartják, megbecsült tagjai a helyi társadalmaknak. Tehát itt nem üldözik őket. Ugyanakkor különböző gazdasági, társadalmi folyamatoknak az eredményeképpen és egyszerűen demográfia eredményeképpen ma már egy egészen apró törpe kisebbség és zsúrodott a kereszténység. A Szentföldön élőknek mindössze 2%-a, tehát minden 50. ember keresztény.
és ez valahol azért aggasztó, és nem helyén való, tekintve, hogy arról a földről van szó, ahol Jézus Krisztus élt és tanított, és ahol a keresztény hit szerint keresztre feszítették, és föltámadott a halottaiból. Tehát ahonnan az egész, ami az egész vallásnak és kultúrának a bölcsője. És abban egyébként nem csak a keresztény vezetők, hanem a zsidóságnak az egyházi és a világi vezetői és a muzulmán egyházi világi vezetők is egyet értenek, hogy a kereszténységnek meg kell maradnia a Szentföldön, mert szerves része az ott élő társadalmaknak. A Szentföld, ez a terület nem lenne ugyanaz, hogyha a keresztények végképp eltűnnének innen. Ezért kulturális intézményeket támogatunk, illetve oktatási intézményeket támogatunk. A közelmúltnak volt egy két jelentős látogatása, hát a maga a szimbolikus és magas szintű állami üzenetéből fakadóan a legjelentősebb volt az, hogy Noel Katalin köztársasági elnökasszony Izraelbe is ellátogatott, és itt a különböző állami politikai találkozói mellett időt szakított arra is, hogy a Szentföldön jelen levő legfontosabb történelmi keresztény felekezeteknek a vezetőivel találkozzon, egyfajta szolidaritási látogatást tegyen hozzá. Én is jártam külön ezen kívül is a Szentföldön, és itt is már a Hungary Helps programnak a gyümölcseit arathattuk le, abból a szempontból, hogy Galileában, tehát evangéliumi tájakon, Kána városában a vallásos hagyomány szerint a kánai mennyegzőnek, tehát Jézus első csodájának a helyszínén épült ferences rendi iskolát és pasztorális központot adhattam át a helyi keresztény felekezeteknek a vezetőivel. Egy másik nagyon fontos, illetve két nagyon fontos helyszín, mind a kettő Jeruzsálem óvárosában található. Itt a hagyományosan a szó konkrét értelmében a szentföldi keresztény helyeknek az őrizetét ellátó úgynevezett ferences kusztódia által épített Terra Sancta, tehát Szentföld múzeumnak a helyszínét látogattam meg. Ez a mindössze egy négyzet kilométer területi jeruzsálemi óváros, ami sok szempontból sokan tekintik a világ közepének. Ezen a területen a keresztény kulturális értékeknek, emlékeknek a megőrzését lesz hivatott betölteni ez a múzeum. De ugyanakkor megtekintettem a szír ortodox egyháznak a jeruzsálemi óvárosában található Szent Márk kolostornak a felújítását is. Ezt is Magyarország támogatta. Itt nem csak arról van szó, hogy egy fontos hitéleti színteret, egy kolostornak a megújítását támogattuk, hanem a szír ortodox hagyomány szerint ez az a kolostor, aminek a mai altemplomában Szent Márknak a háza volt található, ami az ő hagyományuk szerint az utolsó vacsorának a helyszíne volt. Tehát amit mi teszünk a Szentföldön, az nagyon praktikus abból a szempontból, hogy a keresztény közösségeket és a keresztény jövőt erősítik meg, ugyanakkor a keresztény hagyomány szerinti kiemelt jelentőségű kegyhelyeken, bibliai helyszíneken nyújtunk támogatást. 2021 az önök szempontjából is ugye a Covid-ról szólt, leginkább azokról a nehézségekről, hogy például nem tudtak elutazni a támogatott területekre, erről már beszéltünk akkor. 2022-ben mi volt az önök szempontjából, az államtitkárság szempontjából a legnagyobb kihívás? A Hungary Health Program, mint Magyarország nemzetközi segítségnyújtási programja indult útjának 2017 elején. És amiért különleges a mi programunk, mert
ez az első olyan kormányzati program, amelyek egy állami szinten igyekszik választ adni korunknak a legnagyobb és legelhallgatottabb emberi jogi válságára, a keresztény üldözésre. Ugyanakkor ez mindezzel együtt, hogy az üldözött keresztényekre összpontosítjuk a támogatásainkat, egy általános értelemben vett humanitárius segítségnyújtási program is, tehát a vallási hovatartozástól, üldözöttségtől függetlenül segítünk bajba jutott embereknek, ahol tudunk, az egyetemes emberiességnek a jegyében. És mint ilyen, 2022-es évet sok szempontból uralta az ukrajnai háború. Az ukrajnai háború, ami rengeteg ember életet követelt, világra szóló, tehát nemzetközi szinten is kifejti a hatását az a gazdasági válság, amit a háború és az elhibázott szankciók okoztak, de hogyha a humanitárius szempontot nézzük, ennél közelebb a Magyarország határhoz, de még külföldön el se lehet képzelni egy ilyen humanitárius válság helyzetet. Egyszer csak 2022-ben februárban abban a helyzetben találtuk magunkat, hogy azok a humanitárius válsághelyzetek, azok a fegyveres konfliktusok, az az emberi szenvedés, amit mi eddig a Közel-Keleten, Afrikában tapasztaltunk meg a támogatott közösségeinken keresztül, az közvetlenül az ország határunk túloldalán történik, és az ukrán emberek sokasága a között magyar honfitársainkat is érint. Tehát magától értetődő természetes válasz volt, hogy már a háború kitörésének a másnapján elkezdtük szervezni a humanitárius választ. Megalakult a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács, amelyik összehangolta az állam, a kormányzatnak, a különböző intézményeinek a humanitárius válasz adását. És megindult Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akciója, aminek a jelentősebb, a nagyobb része az Magyarországon történt, amikor mintegy 1,5 millió háborús menekültet engedtünk be Magyarország területére. Mindenkinek ajtót nyitottunk, és mindenkinek felajánlottuk a legalapvetőbb segítségnyújtást és támogatást, sőt azon túl is. Tehát amellett, hogy a határnak az innenső oldalán fölálltak a fogadópontok, ahol minden érkező háborús menekült azonnali segítségnyújtást kapott, információt, és bármiben segíteni törekedtünk a karitatív szervezetekkel együtt. Azon kívül a magyar oktatási rendszerbe, az egészségügyi rendszerbe is befogadást nyertek azok, akik erre rászoroltak, és akik ezt kérték tőlünk. Ugyanakkor a Hungary Helps program, mint nemzetközi segítségnyújtási program, Ukrajna területén nyújtott segítséget. Először Kárpátalján nyújtottunk segítséget az ott nehéz helyzetbe kerülő emberek számára is, de még inkább arra a több százezer belső menekültre, aki Ukrajna belsejéből vagy éppen a háborús övezetből menekült Kárpátaljára. Majd néhány hétre rá elkezdtük a humanitárius segítséget, az adományainkat és a karitatív tevékenységünket kiterjeszteni Közép-Ukrajnára is, most pedig a humanitárius segítségünkkel eljutottunk egészen a háborús övezetbe is. Visszatekintve erre a területre, bár a legjelentősebb része az Ukrajna területén történt segítségnyújtásnak, a karitatív programoknak a támogatása, ugyanakkor tehát legjobban ennek az egésznek a léptékét azt fejezi ki, hogy most egy összevetés után elmondhatjuk, hogy idén Ukrajna területére több mint 3200 tonnányi segélyszállítmányt juttattunk el. Volt, amikor közvetlenül a magyar kormány a Hungary Health programon keresztül, volt, amikor pedig karitatív és egyházi partnereinken keresztül.
Milyen évet vár 2023-ban? Legyen ez a végszó, és legyen pozitív. Jó lenne pozitív végszót mondani, de amikor mi a munkatársakkal év végén értékeljük a Hungary Helps programnak az adott évi tevékenységét, akkor mindig azt kívánjuk magunknak és az egész világnak, hogy jövőre kevesebb szükség legyen ránk. Mert az azt jelenti, hogy kevesebb konfliktus tör ki, kevesebb válsághelyzet adódik, és évről évre a valóság mindig a várakozásainkra ránk cáfol, mert a keresztény üldözés az súlyosbodik, nem számított senki arra, hogy világjárvány tör ki és hozza a nagyon nehéz helyzetbe az emberiségnek egy jelentős részét, idén pedig az ukrajnai háború tört ki, és sajnos nem látszik a vége, bármi. A békét támogatjuk, és azt szeretnénk, hogyha minél előbb eljutnának a felek a békéig, de nem ez látszik. Úgyhogy pozitív dolgot nem tudok mondani, viszont egy vállalást tudok tenni. Magyarország egy keresztény nemzetként mindig az ártatlanul szenvedők mellett fog állni, és még akkor is, hogyha mi is nehéz helyzetben vagyunk, és nekünk is vannak válsághelyzetek, amikkel meg kell küzdenünk. A magyar kormány vállalást tesz arra, hogy az üldözött keresztények és más ártatlanul szenvedők mellett, hogyha szükség van ránk, a Hungary Helps program keretében ki fogunk állni. De ezzel együtt szeretnék a hallgatóknak is, önnek is, és minden most nehéz helyzetben levő embernek áldott és békés karácsonyt, és boldog és békés új esztendőt kívánni. Mi is ezt kívánjuk. Azbay Trisztán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára volt velünk itt telefonon. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.